második nap reggelünk. Ez itt a szállásunk, itt a fönt. Most onnan jövök ki. Hát tegnap este annyira fáradtak voltunk, hogy nem jelentkeztem be, úgyhogy most megcsinálom a bejelentkezést, és elmegyek itt megnézni, itt a Salzach folyón mellett vagyunk még folyamatosan, most Lendbe vagyunk, már megreggeliztünk, szépen lassan összepakoljuk a cuccunkat, és akkor megyünk tovább Bad Gastein felé, azt hiszem, mintha ezeket a falu neveket hallottam volna a többiektől. Ez itt a főút, és itt folyik a folyó. Hát tegnap éjszaka esőzés volt, úgyhogy hát az most így jó zavaros. Nem olyan szép tiszta, mint tegnap napközben. A hőmérsékletre ott a szobába, meg ott a házba kicsit hűvös, mert eléggé az északi oldalon van, úgyhogy emiatt hűvös, de most, hogy lejöttem ide a napra, tök jó idő van. De te látjátok, még hosszú nadrágot is föl kellett fejek, meg az előbb még pulóverbe grasszáltam, de úgy látom, hogy jó lesz, úgyhogy mehet a rövid nadrág. Gyerünk vissza, összepakoljuk a cuccokat, és akkor el is hagyjuk a szállást, és megyünk tovább. Megkezdjük a második napot. Itt van már mind a 10 egyén. Engem is beleértve, meg volt a reggeli bemelegítő torna, és akkor abba az irányba megyünk, elvileg egy nagy hegymenettel kezdjük a napunkat. Úgyhogy induljunk is neki. Föltekertünk itt a domboknak a tetejére, és most egy alagúton megyünk át. Most ki is érünk ebből az alagútból. Úgy látom, megérkezett a csapat minden tagja, plusz még elbájkosok is. 2, 4, 6, 8, nem. Oti még nincs itt. Átérve az alagúton, egy szurdokba megyünk most tovább. Suhanunk lefele végre most már egy kicsit, nem csak mindig fölfele tekerünk. Meg is mutatom. Bejöttünk egy kis faluba, Meyerhofenbe. Ilyen nagyon nyugodt. Milyen gyönyörű házak vannak itt mindenhol. Szépen meg vannak csinálva. Nagyok, rohadt nagyok. Én nem tudom, ez egy családé. Nem, szerintem ezek is társas házak. Ez a három szint az három különböző részre van osztva. Három különböző családé lehet. Hát ez nagyon jó. Egyszerűen nem tudok mit mondani. Nagyon gólyan néz ki. Fenomenális volt ez az utca. Megálltunk itt egy pihenőhelyén, itt ebbe a faluba. Eszünk, kiszunk, kicsit ejtőzzünk, nézzük a gyönyörű tájat, mert még körülbelül egy órás utunk van hátra, és 11:30 van. A mai nap az egy ilyen rövidebb, csak egy 30 kilométert tekerünk, mert van egy nagyon nagy hegy, ahol vonattal kell majd átkeljünk, ez az egyetlen lehetőség. Viszont nem tudtunk rá jegyet venni, mert már az összes biciklis helyjegy elfogyott, úgyhogy majd oda kell menjünk, még ki kell ezt a részét deríteni a túránknak. Jó, megérdemelt pihenés. De van rajta valami, azt ha tud németül, az elmondhatod, hogy az 50 járát értem. Megittuk ezt a jó kis söritalt, meg ettem két péksütit, és akkor folytatjuk szépen az utunkat. Amint említettem, még körülbelül egy óra van a
vasútállomásig, ahova megyünk, de ott még van egy ilyen felvonó, ahol fölmegyünk, és lesz egy függő híd, amit megnézünk. Meg ugye ki kell deríteni, hogy mi újság van a vonatjegyekkel. Addig is csodáljuk a tájat. Tekerünk egy szuper kis bringa úton a falvak között, és a távolba az egyik hegycsúcson ott van hó. Nem tudom, hogy milyen magas lehet az a hegy, hogy így megmaradt rajta a hó, de tök jó. Itt is egyszerűen fenomenálisak ezek a hegyek. Közben megint egy híd egy patak fölött. Egyre szűkebb a Salzach folyó, hogy haladunk fölfele a árral szembe. A Salzburghoz képest hát, hogy tízszere ilyen széles volt. Beértünk a faluba, ahonnan majd megy a vonatunk, csak a falunak a lábánál vagyunk, és nekünk meg föl kell menni a tetejére, úgyhogy mindjárt megkezdünk egy jó kis mászást. Még körülbelül 400 méter, aztán siratófal jön állítólag. Úgyhogy én már most hüppögök. Már most visszaváltasz? Lélegzet elállító. Fölértünk a dombtetőre. Itt van a vasútállomás. De elég komoly kis főút van itt. Még egy sehekút is van itt fönt. Meg ilyen kis butik sor, meg mi egymás. Fönt még egy hervíz is van. Meg egy ilyen nagyon komoly átjáró. Az út túloldaláról megy egy nagyon szuper kis felvonó oda föl szembe a hegyre, és az a tervünk, hogy oda most fölmegyünk és körülnézünk. Meg volt a panoráma megtekintése. 2230 méteren vagyunk egészen pontosan, de már sajnos mennünk kell lefele, mert itt van mögöttem a felvonal, amit láthatjátok, és az 5 perc múlva zár. És nem szeretném 2230 méterről lesétálni vissza a biciklikhez. Hát vissza is értünk ebből a hegyi menetből, nagyon komoly volt. Egyszerűen meseszép volt. Meg maga a lanovka is tök jó volt, ami fölvitt, meg visszahozott minket. Egy kicsit húzós volt az ára, mert 24,5 euró. Hát, igen, ezt inkább hagyjuk is ennyibe a pénzt. Van egy jó kis pizzériázó, kebabozó, meg mi egymás. Meg ittunk egy sört, ezzel meg is volt a vacsoránk, meg a pizzával nyilván. Egy 20 perc múlva jön a vonat, és akkor megyünk át ezen a hosszú-hosszú alagúton a szállásunkhoz. Hát nagy nehezen fölfértünk a vonatra. Most már értjük, hogy miért adtak el csak ennyi jegyet.
tele van biciklivel. Viszont ez az egész része. Nem 5 hely van az egész vonaton biciklinek. Igen, hanem 20. Így ránézés a kb. Itt szépen átmegyünk ezen az alagúton. És a hegynek a másik végén az első megállónál le is szállunk, mert ott van a szállásom. A többiek már ott vannak, úgyhogy ennyi lesz a mai nap körülbelül. Hát sikeresen ki is keveredtünk már a vasútállomásról, és innen elméletileg egy ilyen 5 perc már a szállásunk. A minden igaz, a többiek már át is vették, meg vettek nekünk sört, úgyhogy nekünk már csak haza kell érjünk, lezuhanyozni, és jöhet a megérdemelt pihenés. Igen. A Lidl-ös póló mindent elárul. És a sörben, sörrel mászkáló emberek, ezek a magyarok lehetnek szerintem. Ilyen gépállatok vannak itt a szállásunkon. Ha milyen komolyan föl van díszítve, mi 10 km/h. A kis női traktor. Valami népünnepélyen vehetett részt szerintem, azért vannak rajta ezek a díszek. Ha meg itt van egy nagy fater. Mi? Pista bácsi. Hát jó reggelt, szépen megkezdjük a harmadik napunkat. Most egy ilyen nagyon szuper szállásunk volt, itt láthatjátok mögöttem. Reggelit is kaptunk, bőséges volt, nagyon kedves a házi nő, mikor ideértünk egyből snapsot kértek, hát hogy ne kérnénk. Úgyhogy nagyon jól éreztük magunkat, végre normálisabb ágyba aludhattunk, mint az első két nap. Az se volt rossz, de azért ez egy normálisabb szállás volt. Most kicsit borús az idő, úgyhogy esőre készülünk, fölhúztuk a zsákokat a táskákra, meg előkészítettük az esőkabátokat. Most szépen gyorsan még szétnézünk itt a faluba, Malnicba, most Malnicba vagyunk, és utána indulunk is Villakba. És ott egy dupla éjszakánk lesz, ugyanis a holnapi napunk az egy pihenő nap lesz. Úgyhogy kalandra fel! El is hagytuk Malnicot, és most egy nagyon meredek és hosszú lejtővel fogunk kezdeni. Állítólag majdnem 1 kilométert fogunk kereszkedni lefele, viszonylag rövid idő alatt. Alpokos suhanás! Leértünk a hegyről, nagyon komoly volt. Hát egyszer-egyszer belenyaltam a 60-ba, de általában ilyen 45-50-ig akkor vissza is lassítottam, és időközben be is értünk egy kis faluba. Hello, suhanás! Hello! Kérem, értékelje ezt a lejtőt! A lejtő jó volt, gyors volt. Gyors volt. Fékbetét égető volt. Mennénk még egyet, nem Gábor? Aha, hogyha valaki vigyen föl. Valaki fölvinne, igen. Közben, mintha kicsit cseperegne az eső, de remélem ez csak bohóckodás, és nem lesz belőle semmi. Megálltunk már egy pizzériába, mert ömlik az eső, azért nem is kameráztam eddig, tiszta vizek vagyunk, kicsit átmelegszünk, eszünk, kiszunk, aztán folytatjuk utunkat tovább. Amúgy tök hangulatos így az eső, meg a hegyek is tök jól néznek ki. Kicsit ilyen felhőbe burkolóznak itt-ott.
De most, hogy nézem, lehet, hogy el is állt az eső. Na mindegy, majd meglátjuk. Ez az eső picit megcsúsztatott minket, időbe is, meg a tempónkból is azért jócskán visszavett, úgyhogy majd most kicsit oda pirítunk a kilométernek. Alpok Adria. Azt csináljuk. Alps Adria. Még két napot vagyunk itt a osztrákoknál, sógoroknál. A mai, meg a holnapi napot, és akkor holnap utáni napon, körülbelül fél időben pedig átlépjük majd a osztrák-olasz határt. És utána a maradék három napba, vagy négybe, most hirtelen nem is tudom, akkor pedig az olaszoknál leszünk végig. Sok helyen ilyen kukoricaültetvények között vezet ez a bicikliút, tök hangulatos, milyenk a kukorica gyermekei. Tekergélünk itt benne az erdőben a folyópart mellett, és megnéztem, hogy ez milyen folyó is. Kérem szépen, doppergés. Ez a Dráva itt mellettünk. Meg is érkezünk Villachba. A szállásunk az nem itt lesz, úgyhogy még egy kicsit tovább kell mennünk. Egy faluval azt hiszem többet még. Hát nagy nehezen végre ide értünk a szállásra. Ez itt a mi házunk, nagyon patika, egy egész szint a miénk, három szobával, két fürdővel, mosógéppel, full felszerelt konyhával, úgyhogy nagyon maximálisan meg vagyunk elégedve a mai szállással. Hát 500 méter híján 100 kilométert tettünk meg ma, úgyhogy kellemesen elfáradtam most így a nap végére. Most a Marci már ott van hátul, begyújtotta a grillt, vettünk grillkolbászokat, és az lesz a vacsora, jó kis bajor mustára. Meg én azért biztos, ami biztos, vettem magamnak egy üveg aperolt is, hogy nehogy szomjan halljak. Úgyhogy ennyi volt a mai nap, holnap pihenő nap lesz, de két nap múlva folytatjuk a suhanásunkat Triestbe.